Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Te jelensz meg itt az ő gondolatában. De ott van melletted a kígyó. Ez jelenteti a változásokat, a megújulásokat. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy nálad, körülötted megváltozott valami, vagy a külsőd, vagy a környezeted, vagy a hozzáállásod. A kígyó jelentheti a gyógyító erőt is. Vagy ezen a területen dolgozol, vagy azt is jelentheti, hogy beteg voltál, és ő úgy gondolja, most lesz gyógyulás, jobban érzed magad. A kígyó lehet egy nő is. Most ki ez a nő? Itt persze elgondolkozhatunk ezen. Gondol rád, de gondol egy másik nőre is. Vagy jelentheti azt is, hogy te vagy kapcsolatban ezzel a nővel, ez lehet valaki a rokonságból, lehet egy kolléganő, lehet a barátnőd is, és úgy gondolja, hogy a barátnőd például befolyásol téged. És hogyan érzi magát? A halak jelentik az anyagiakat, és ő szeretne valamit itt kiépíteni. Ezt jelenti a ház. Ami a párkapcsolatot illeti, a halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, szeretne egy közös otthont, szeretne veled együtt valamit kiépíteni. És mit fog tenni? Itt a hold jelentheti az anyukáját, vagy a te anyukádat. Most nem látható a kép, egy pillanat. Majd így mutatom. Tehát ez a kígyó lehet az ő anyukája, vagy a te anyukád. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy az anyukád befolyásol téged. Itt ő jelenik meg, és elvárja azt, hogy felnéz rá, hogy meglegyen az elismerés, amit a hold még jelenthet, ezek az álmok, a vágyak, az elképzelések. Lehet, hogy álmodozik rólad, vagy úgy érzi, hogy te álmodtál rólam. Itt megvannak a mély érzelmek. És mi fűz össze benneteket? Itt látható a hűség, de jelenthet baráti kapcsolatot is, hogy olyan barátilag közeledik hozzád. Esetleg utalhat a kutya arra, hogy barátságos veled, kimutatja az érzelmeit. Itt megvannak az alapok, az értékek, de elvárja azt, hogy te is értékeld őt. Megjelensz a gondolataiban, itt vannak változások, megújulások. Ez a kígyó, ez tényleg lehet az anyukája, hiszen itt a közelben megjelenik a hold, és a hold jelenti az anyukát, vagy az anyai érzelmeket is. Amit a kártyák még közölnek, a kígyó az utalhat a szexuális energiára. Itt megjelensz a gondolataiban, és megvan ez a kisugárzás. Lehet, hogy eddig olyan barátilag közeledett hozzád, olyan romantikusan, de a közeljövőben itt meg lesz ez a testi kapcsolat, illetve ő próbálkozik majd nálad. És itt
az anyagiak, valamit ki lehet építeni, az is lehet, hogy egy lakást vagy egy házat szeretne eladni vagy vásárolni, de, mint említettem, itt a belső értékekről is szó van, és itt megjelenik a hűség. Amennyiben ez a kígyó egy másik nőt jelentene, akkor nem csal ő meg téged, hiszen itt a kirakásnál megjelenik a hűség. Lehet, hogy itt az exéről van szó, és valamit rendezniük kell, az anyagiakat illetően, vagy van itt még egy ingatlan, amit még neki rendeznie kell. Ő gondol rád, te állsz itt a középpontban, sok minden megváltozott. Körülötted megvan ez az erotikus kisugárzás, de a romantika, az álmok, a mély érzelmek is. Lehet, hogy van itt egy nő a háttérben, de ő hűséges hozzád, itt rendezi az anyagiakat, a családi dolgokat. Ez lehet egy örökösödési ügy is, vagy vállás, ahol az anyagiakat kell rendezni. Veled szeretne valamit kiépíteni, ez lehet egy közös otthon, és a halak utalnak az anyagiakra, vagy a belső értékekre, hiszen értékes vagy számára. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.